Sziasztok, Szöcső vagyok, és ez itt a GFF. Tegnapi nap folyamán megcsináltam az első Cry of Fear-os videómat. És igazából, mivel nagyon-nagyon sok embernek tetszett, úgy gondoltam, hogy jó, hát legyen, folytatom. Úgyhogy kértem néhány tanácsot így baráti társaságtól, hogy mi az, amit másképp kéne csinálnom, vagy bármi ilyesmi. Igazándiból megkaptam azt, hogy ne használjam folyamatosan a világítást, mert a bicskával, hogyha vogdosok, akkor sokkal effektívebb, mivel sokkal gyorsabb, és ne tervezzek még beszarni, mert még sehol nem tartunk. Úgyhogy nem is húzom a szót, folytassuk, bármennyire nem szeretném. Na, azt mondja, hogy betöltés, és pontosan ugyanannan fogom folytatni, ahol abba hagytam. Igen, itt. Mit bökő? Mr. Bökő? Igen, itt fog jönni az a büdös paraszt. Igen, kaptam olyan kommenteket, hogy... Who was he? Igen, ez meg... I gotta call police! Na mindegy, kaptam olyan kommenteket, hogy ne használjam folyamatos... Ja igen, például ezt. Kaptam egy olyan kommentet, hogy ne használjam folyamatosan a lámpát, mert ugye a kés nem lesz annyira effektív. Á, veszem észre, életet nem vett el tőlem. Ez most ott keféli a falat. Hú! Az igen, az öcsi. Az igen! Cry of Fear, de nem a CryEngine-nel, tehát... Az igen, öcsi, az tükröződés a ködöm. Big like. Ó, ott már súlyosabbak a problémák. Gyere, ti geci! A gyerek ilyen fényre, mert nem látlak. Á, kurva nem látlak. Menj, már nem sebzett szinte semmit. Gyerünk hát. Szép pont. Majd nézem, sűrűn jönnek akkor. Game is saved. Megvan, tehát, hogyha alul voltam, az anyám kicsája. Tű! Megvan ezeknek ezé a taktikája, itt már van egy kicsi fény. Hajime! Hallottam, hogy ott volt. Rohadt, na meg! És egy kicsit nagyobb bátorsággal ugrok neki, mert... Valami történt. Büdös paraszt itt biztos védett valamit. Átjutottunk. Puty. Segíts kérlek. Kérlek segíts. Ezek jönnek, vagy ők jönnek. I'm inside the apartments, hurry. Tehát bent vagyok abban az apartmanban. Siess. Hát jó van, öcsém. Én úgy fogok futni. Ahogy elnézem, mint egy gyámoltalan lassú tető. Elé, hopp. Jó, hogy szeretem az ilyen ugrálós részeket. Tiszta szívből tudom gyűlölni. Na mindegy. Le ne essé. Hülye vagy, bazd meg, bírja magaddal. Hopp, létre. Ja, nem mászik magától. Jó. Menjünk be. Azért. Kés az nálunk lesz. Nem vicceljük meg a másikat. De
legalább négy szükségünk a telefonra, tehát gyorsan tudunk támadni. Tehát, hagyj mi el! Ho! Megy ezé. Segíts az embernek a negyediken. First floor. A fourth floor. Itt tényleg nagyon érdekel az lepauzézze. Jó, nincs ott senki. Be lehet menni mindenhova, azt szoktó szerintem. Hello? Csakalom! Mentőpont. Négy. Mentsünk. Biztos, ami biztos. Mindig jó. Egyébként azért költöztem fel a bal felső sorokba, mert kaptam panaszt, hogy nem látni az életcsíkot. Bocsi. Rohadnál meg. Ó. Az ajtó nem nyílik. Itt is egy Coca-Cola, mindenhol van Coca-Cola, ez mindenhova kell. Tök kövérek lehetnek már itt az emberek. Tűn van. Van, jó. Jó, akkor ide kell jönni, gondolom én. Hát. Túl egyszerű lenne, de... szét kell nézni erre is. Hú! Ki volt az? Szemét! Szemét! Ne akarját az emit megbogdosni. Igen? First floor. First, fourth. Negyedik emelet. Bőgi egyedül. Jó napot. Anyád picsáját. Mi volt ez? Zárva. Zárva. Kibaszták az ablakot? Valaki van bent a szomszédban. Pepper. Merdekes levél. Na mindegy. Hey. Ó! Oh. Tű! Kulcs! Apartment key. Kép, egy csomó kép. November 3-a. Gyere játszani! Anyád! Nem jön be. Ritka alkalmak egyike. Nem merek kimenni. Nem merek kimenni. Jó van, nyugalom. Nyugalom. Biztos elment. Elment. Megint megrántottam a nyakom. Találtunk egy apartment kulcsot. Ami... a szomszédé. A... szeme szomszédé. Nem akarok bemenni.
mi hangok vannak itt. Mondd, hogy van szív. Nincs szív. Miért nincs szív? Viszont nem kell azért. Na? Van ott valaki? Van ám! Betört a fal. Hú, milyen zene van. Nem durva. Nincsen mús. Nincs a fasz, nincs! Valami dorkó. Na mi van? Ki? Megvagyunk. Azt hiszem megtaláltam a tovább vezető utat. Csak 20 perce keresem, és kiderült, hogy... valaki ott átjött. Szia! Adod ide! Mindenkit megbaszok! Júj! A gyerekek, nekem pisztolyom lett. Nem is kevés. Na, verj ezt is bele, oda nézzé, mit találok, hol ki? Szép dolog, az 20 perce keresek érte, ezt 3 méterre kellett volna tovább menni. Na várj, ezt én be tudom. Nem droppolni akarom. Akkor ezt... ez dual wield 3-ra. És lehet! Na, de balkezes. De ez a Sony Ericsson, ez valami rettenet kemény. Ó! Oh. És ez itt mi? Nem nyílik, jó. Hol jövök? Hova jövök? Ó, oh, bejt a... igen, tudom. Akkor most menjünk a halhoz? Hát mondjuk, hogyha már megvan a kulcs hozzá. Haldor is locked. Megvagy! Az! Mi az anyád ez? Mekkora rúg ez a pisztoly? Ja! Just így azért igen, csak... Még fő kell menni a negyedikre. Pepper. Felirat lent. Jön a sötétség, nagyon jó. Hopp, ott áll valaki. Már nem. Vajon kis pajtás, hova lehet bezel? Durban Budge. Hát ez... Dirty keep at the next... Dead... Ja, tehát kell a kód, kell a kód. Nem tetszik ez a zene. Na. Ó, be tudunk menni a harmadikra. Na, ennek tudok örülni viszont. Már nem. Na, nyílik. Nyílik. Ez a... Na várjunk csak, ez az értelmetlen szoba. Ó, basszus, tudom hol vagyok. De ez nem a harmadik? Te a harmadiknak a másik épület szárnya. Igen, akkor lefelé kell menni. És akkor a más irány nincs. Igen, itt a második, itt tudtam eljönni
Mit tudom én, mindegy. Második körbe járva. Nincs itt senki. Nem nyíli. Két dolgot utálok a világon. A gyereksírást és a horrort. Legalábbis ilyen szinten. Erre kombinálják, ebben nem megyek én oda. És kinyílik. Ha! El. Igen? Mentés. Tár. Fényre reloadol. Ja, gondolom telefonnal a kézben nem tud. Itt van még valami? Semmi. De bejöttem egy jó magabiztos bekulázás. Igen. Hírizd el a védel! Máglan, följöttünk, de hova? Hopp! Kuk! Látlak! Nem látlak? This one was a good one. Very... Nice to kill, vagy wait, hát nem tudom, hogy az mit akarhat. Is it a cut? My knife. Nem tudom. Ja, majd elolvasom. Nem nyílik. Itt bent. De nem nyílik. Valaki be akar jönni. Igen, lejjebb tudok itt tereszkedni. Ez azt a mocskos kurva élet. De rohadtú megijesztett. Ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignéztétek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint ha eddig nem tettétek, meg iratkozzatok fel a csatornámra. Azt a rohadt élet, hát ez most... gyerekek, ez most kivitte...
Öcsém, hát ez... Atya úristen, erre nincsenek szavak, de legalább van pisztoly, tehát erőizom. Köszönöm szépen, hogyha megnéztetek. Sziasztok!